Sokan kérdezik, hogy kell-e étrend kiegészítőt adni a kutyának, amikor a kiskutyának, amikor neveljük. Tehát abban a bizonyos nagyon fiatal kölyökkorban, vagy később a juniorkorban milyen étrend kiegészítőket kell adni. Ez az a kérdés, amire nem lehet igennel vagy nemmel felelni. Ez egy olyan kérdés, amit nagyon hosszan akár le kell ültetni a tulajdonost olyankor, és el kell beszélgetni vele, hogy mi a célunk, mivel letetjük a kutyát, mekkora kutyáról van szó, milyen testű kutyáról van szó, ezek mind megtárgyalandó kérdések. Minél nagyobb testű lesz a kutya, tehát ilyen német juhász és még akár a nagyobb kutyáról beszélünk, annál fontosabb, hogy a junior, a kölyökkorban és a junior korban, ami mondjuk a 8 hónapos, 9 hónapos korig tart, optimális legyen az etetése. És ehhez az étrend kiegészítők néha szükségesek. Akkor szükségesek, amikor mi magunk állítjuk össze az étrendjüket. Ezek az étrendekhez kell kiegészítéseket tenni. Kalciumot, D-vitamint, vitaminokat, rostanyagokat, stb. Ha táppal fogjuk etetni, akkor az az egyetlen feladat, hogy a megfelelő kornak és a megfelelő testnagyságnak válasszunk tápot számukra vagy számára. Tehát, hogyha ez mondjuk egy egyszerű feladat, bemegyünk és kiválasztjuk azt a testnagyságot és azt a kort, amivel éppen küzdünk, és megvásároljuk azt a professzionálisan összeállított tápot, amit tudományos módszerekkel és tudományos igényességgel állítottak össze. A tápoknak a minősége az ugyanúgy, mint mondjuk bármi másnak a élelmiszernek a minősége, az függ sok mindentől, leginkább az alapanyagoktól és a különböző kiegészítő anyagoktól. Ilyen kiegészítő anyagok azok, amikre itt most rákérdeztek, tehát a tápanyag kiegészítő anyagok is, tehát a vitaminok, a rostok, a különböző telítetlen zsírsavak és egyebek. Minél jobb minőségű egy adott tápcsalád vagy táp, annál biztosabbak lehetünk abban, hogy az az optimális összetétel, ami mondjuk könyvekben szerepel, és ilyen irányadó számokként tanulunk róla, ez valóban megtalálható a tápban. Minél silányabb vagy gyengébb minőségű a táp, annál jobban oda kell figyelnünk az esetleges kiegészítésekre, figyelnünk kell az esetleges tünetekre, fénytelen szőr, étvágytalanság, túl sok bélsár megjelenése, tehát ha naponta többször nagy kupacokat ürít az állat, és esetleg emésztetlen részek vannak a bélsárban, ezek mind-mind arra jelek, hogy a táp minősége nem megfelelő. Tehát ilyenkor tápot kell váltani. A tápváltás az sose történhet hirtelen, hiszen ilyenkor gyakori a hasmenés kialakulása, hanem nagyjából egy hét alatt kell átcsúsztatnunk, átbillentenünk az egyik tápot a másikba, de igenis ilyenkor bátran váltsunk tápot, ha ezt tapasztaljuk.